A Szent István Művelődési Házban író-olvasó találkozó keretében mutatták be Kardosné Csala Emőke, Simogas Élet című csupa nagybetűs könyvét, ami része a szerző küldetésének. A kötet prózai és verses üzenet azoknak az embertársainak, akik hasonlóan Emőkéhez gyógyíthatatlan betegséggel küzdenek. Nagyon sok beteg társam, akik otthon ülnek, nem nagyon mernek kimozdulni, vagy nem tudnak kimozdulni. Én is egy súlyos betegséggel küzdöm, és 4,5 évig nagyon komoly tüneteivel otthon nyomtam én is az ágyat. Akkor elhatároztam, hogy ebből ki kell valahogy jöjjek. Kerestem pszichológusokat, onkopszichológusokat, de mivel segítő szakmában dolgoztam, valamennyire átfedés van a két hivatás között, nem nagyon tudtak mit kezdeni velem. A Simogas Élet egyben megerősítést hordoz és tanáccsal szolgál, miként válthatja fel a reménytelenséget, az elkerülhetetlen elmúlás gondolatát a ma, a holnap és a holnap után boldogsága. Önerőből, önterápiával, az általam régen megtanultak alapján kezdtem el magamat kihúzni ebből a mentális betegségből, ami igazából egy daganatos betegséggel együtt jár. Aztán próbáltam csoportokat létrehozni, de nem nagyon jöttek a betegtársak. Nagyon szerettek volna, de jelezték, hogy nincsenek olyan állapotban, és akkor gondoltam úgy, hogy akkor megírom az én életutamat prózában és versekben, olvassák el, azért nem kell kimozdulni, hát ha ez segít nekik. Bartos Csaba a kötet előszavában úgy fogalmaz, létezik egy láthatatlan fal, amelyet a betegség, a társadalom vagy mindkettő húz fel. Téglái között van az egészséges világ rémülete is, amely nem tudja, mivel segítsen, nyújtson támaszt, ugyanakkor a fohász, csak én ne kerüljek mögé. Van, aki belerokkan a küzdelemben, van, aki feladja, van, aki túléli. Utóbbiak egyre többen, de a fal mégis ott van. Ez a könyv egy másik dimenzió üzenete.